Listen, na mi a helyzet, gyerekek? Na mi a helyzet, gyerekek? Na mi a helyzet, gyerekek? Jasonnal, it's like what's up guys. Jasonnal ültessük a banánokot. Itt ma ültettünk egy sort egészen a villanyoszloptól idáig. És most itt tartunk félúton a traktornál. Onnan hordjuk a halomból a mulcsot. És jó, ide ültessük pont őköt. Nem pont a peremre, ahol még száraz, hanem kicsit a víz mellé. A fejemen hagyom a kamerát, hogy egy kicsit filmezzek. The mulch is turning into topsoil already, breaking down. Really good stuff. I think we can save this one, we might have to cut it back. What do you think? Yeah, but it's kind of bent and... They've just been putting those in sideways, kind of, or at an angle, so the dirt sideways with the plant straight up. Fucking fire ants. Just put it like that way, yeah? Yeah, but the problem is it's, you see? It's bent from here, oh, yeah, too. Broken. It's broken. So we might have to cut it back from here. It's gonna grow back fast. Because this is not gonna hold up, you know. Because yeah. It's bent from here. Yeah, it's not gonna even. So I think we should just cut it here. It will grow back. Banana, apple. Apple, banana. No? Yeah, sad because it looks nice and clean. Not gonna grow it when it's bent like that. No. Alright, let me bring some cutting tool. Jó, az nem fogja túlélni, mert hogy szállítottuk ide elé, megtörött egy kicsit. Nem az volt a baj, hogy gyökérből meg volt egy kicsit hajolva. Ilyen szép piros virág, nézzétek meg. Ha? Gyönyörű. És egy kicsi sztár csillaggyümölcs van. No. Na, így néznek ki. Kicsit csak beleassuk, az első kettőt csak így a földre tettük le, de a többit beleassuk egy olyan félig, tehát egy olyan 10 centire. Azért már jobban megállnak, hogy szél egy kicsit így megboríthassa őket. És jó, csak egy talicskánk van, és az is egy kicsit gyengén működik. És az a baj, hogy ha nem hordunk elég, na, hol van egy kézifűrész vagy valami? Raki, hol van a kézifűrész? Nem tudod? Hogyha... Hol is volt, egy itt volt. A macsettivel lenyessük. Húrva tűzhangyák a lábom szarrat. Eszik meg. A nyűbe volt egy kézifűrész, a kezembe volt, amúgy megkaptam ezért gépolajat a hajvágógépnek, egy régi ilyen izébe szedbe. A rák nyűbe volt ez a fűrész, hanem egy racés kés is megteszi, vagy ez a kézivágóm, racési ez a kés. Ez nem a simmo, ah, itt a fűrészne. Itt a másik, azt hiszem ezzel lesz a legkönnyebb. Ja, kicsi kézi fűrészsel. Na, úgyhogy kezdnek elfogyni innen a palanták. Elültessük az egészet. És miután elültettük az egészet,
utána kezdjük szétválasztani, ahol több csemete van egy tövön, legtöbben több van. Úgyhogy kezdjük szétválasztani őket, és szétültetni. Na, legyenek sorok, hogy legyen boldog a kormány, az adó. Texas Assessor. Mi a francnak hívják? A felértékelő. A maffia. Amputation. Na, egyet amputálunk, gyerekek. So right here. Yeah, below it anyway. We still gotta plant it like this, right? Cause it's gonna to shoot straight up. Yeah. Yeah. All right. I got that with the shovel. Where's the shovel? Oh, you planted one more in the meantime, cool. Right, so you can put them together. Oh, well, this one is a shitty one. You know, it doesn't have a head. Doesn't really show what we're doing. Yeah, let's do it next time. We have plenty. Oh, yeah. Perfect. Na, ültetgetünk-e? Banán az olyan levágod, egy néhány nap múlva már fog visszanőni. Úgyhogy no problemo. Vegyük minél igyenesebbre. És ez egy alma banán. Ebből nem fog nőni semmi, mert gyökér nincs rajta. És ez pedig mi volt? Egy-egyről elveszett a izé, a címke. Na de mindegy, fel fogjuk ezeket mind címkézni, azért hagytuk ott mellette, mindenik mellett a zadényt. Egy-egy kezdett kifordulni, amúgykor a nagy széle elszaborogatta őket. Rohadt szúnyog megcsipett megint. És egy csomó piros hangya, tűzhangya is az elép. Majd ott az a rakás múlcs, azzal megmúlcsozzuk a papajákot és az egyéb fákot, amit oda ültettem. Az is már jó öreg múlcs. Még ott van három banán, amikor ültettem oda őket, kicsi csemetéket. Oda a kárt mellé is végig banán lesz téve. Most miután ezt a sort befejeztük, akkor ott fogjuk túlsó felén folytatni a szomszéd felé, tegyünk banánokot, csináljunk egy nagy banánfalat oda, és még két-három sort így a sáncok mentén kitőteni a lyukakot mindenhol. Na jó. Ja, tehát alsunk csak épp egy kicsi lyukot. Itt szarmos társni, ugye mert vizes se főd, cuppog, nehéz. Lapát könnyen eltűrhet.
Oh yeah. Yeah. You do the yeah. Around this one? It's already going, just hold it. Just hold it. Alright Jason, let's do this. Put some compost on for now. Yeah, so with bananas you can pile up as much mulch and organic matter on them as you want. And it's not like with other trees, you know, you have to leave a little space, little breathing room around the trunk. So no fungus comes in? No. But bananas are really immune to that. Yeah. Unless it's a disease that they're already prone to, they're not going to have a problem with. Yeah. So on the regular trees you have to leave, how is the crown? Yeah, the trunk. Like leave a few inches around the trunk. Don't mulch all the way up to them. Foot is nice if it's a big tree. Like if it's a big old tree, you want to leave like a foot and then have your big mulch pile around it. But not with bananas. Yeah, they don't care. They love it. The more organic matter you pile up, the better. Of course, we're gonna spread it a little bit, like compact it just a little bit. Watch out! Oh no! Yes, throw it on the other side. Of course, you're just beating it up. So later on, we're gonna make a video when we're gonna separate the suckers. Yeah. Alright, so we have four more. Take one more load and I take the three less. That sounds good. Úgy már elég jó idő van dolgozni, borús, nádvás ugye a levegő, de legalább nincs olyan dögmeleg, nem szúrja az agyadat a nap. Úgyhogy dolgozgatunk egy kicsit, ma még jönne az eső, mert délután kettő körül le esőt mondott a radar. Legalább ezt a sort befejezzük, még egy-két dolgot csinálunk, amíg mi kezdene esni. No, ennyi volt egy kis, aztán később még csinálunk videót, mikor nekiállunk leválasztani a szakaröket, a banáncsemetéket. Ja, az érdekes lesz nézni.